Köszöntöm a Pécs TV nézőit, kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják. A mai műsorban többek között megtekintjük Hollywood fényeit, avagy meghallgatjuk az orgonák éjszakáját. Tartsanak velünk! Hazatért Pécsre a Jánosz Pannonius Múzeum csontvári gyűjteménye. A festmények tavasztól kezdve július végéig Budapesten vendégeskedtek, a festő születésének 170. évfordulója alkalmából rendezett tárlaton. A jubileumhoz kötődve a napokban Pécsre érkezett több híres, a Szép Művészeti Múzeum birtokában lévő nagyméretű festmény is, melyek 3 hónapig lesznek láthatók a Jánosz Pannonius utcai Csontvári Múzeumban. A kiállítást egy hete, augusztus 7-én nyitották meg. Amíg a világhírű csontvári alkotások a fővárosban várták a közönséget, addig a pécsi kiállítóhelyen Toulouse-Lautrec világával ismerkedhettek a látogatók. Pécs kultúráért felelős alpolgármesterével, Zag Gáborral erről is beszélgettünk a múlt heti csontvári megnyitón. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, hiszen ezt mutatják azok a számok is, amik a látogatói számok. Erről is hamarosan be fogunk számolni a sajtó számára. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jól sikerült kiállítás volt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag egy olyan európai kiállítást tudtunk idehozni városunkba, ami Párizs, Peking és Budapest után Pécsen mutatkozhatott be. És ugye ezek a képek, ezek nagyon ritkán mutatkozhattak be, úgyhogy ezért is volt kifejezetten nagy öröm számunkra az, hogy itt Pécsen lehetett bemutatni a Toulouse Zag Gábor alpolgármester az ünnepélyes megnyitón elhangzott köszöntőjében elmondta, a nagyméretű képek szállításának háttérmunkálatai először aggodalommal töltötték el, de örömét fejezte ki, hogy most 3 hónapon keresztül egyedülálló csontvári életmű kiállításnak adhat otthont a város. Én megmondom őszintén, akkor, amikor tavaly decemberben felmerült ez a kérdés, hogy a Csontvári születésének 170. évfordulója alkalmából szeretnék elvinni a képeket egy nagy kiállításra, amit utána itt Pécsen is megtartanának, akkor nagyon nagy félelem volt bennem. Kicsit féltem attól, hogy mi lesz ennek a vége, de ma már azt mondom, hogy hatalmas öröm ez számunkra, hiszen ma Pécset egy olyan kiállítást fogunk megnyitni, ami még nem volt. Rengeteg csontvári képünk van, aminek nagyon örülünk, és most olyan képek is bemutatkozhatnak ezen kiállítás keretében, amik csontvári remek művei közül még nem jártak Pécsen. Azt se felejtsük el, hogy idén 50 éves a Csontvári Múzeum, és úgy gondolom, hogy a Csontvári Múzeum az összenőtt Pécssel, a pécsiek pedig kifejezetten szeretik a csontvári képeket, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy minél többen el fognak látogatni a kiállításra. Erre rímel a pécsi Jánosz Pannonius Múzeum vezetőségének, munkatársainak meglátása is, akik házigazdaként hazavárták a csontvári alkotásokat. Nagyon boldogok vagyunk, hogy visszajött a kiállítás, volt egy kibővített kiállítás, mint ahogy erről már szó is esett. Ez a Csontvári 170, ami annak a két közgyűjteménynek a közös kiállítása, akik a legtöbb csontvári művet őrzik a gyűjteményükben. Ez a Jánosz Pannonius Múzeum, illetve a Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galéria. 5 nagy kép érkezett a mi saját képeinkkel vissza erre a kiállításra, köztük olyan nagyon ismert alkotások, mint a Taorminai Görög Színház romjai, vagy éppen a Zarándoklás a Cirkuszok az Libanonban. De lesz egy olyan meglepetése is ennek a kiállításnak, amit a kurátorunk Nagy András tett bele ebbe a kiállításba. Vannak olyan kései vázlatrajzok, amikből aztán nem született már kép. Közülük is van olyan viszont, ami eltűnt, és csak egy 30-as évekbeli fotó árulkodik róla, ez a magyarok bejövetele. Nos, ezt a kollégáim kinagyították, és műtárgymásolatként szintén szerepel ebbe a kiállításba. Amit egyébként november 5-éig lehet megnézni, és hát azt gondolom, hogy ez annak is ad élményt, aki esetleg látta a pesti kiállítást, hiszen más térben, más rendezéssel, máshogy rezonálnak egymással a képek, úgyhogy érdemes itt is megnézni. Amint az imént hallhatták Kőhalmi Andreától, a Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galériájának gyűjteményét gyarapító képek közül olyanok is láthatók most a Csontvári Múzeumban, mint a Zarándoklat a Cédrusokhoz Libanonban, a Taorminai Görög Színház romjai, vagy épp a művész ismert önarcképe. Elmondható tehát, hogy ilyen teljességében Pécset még soha nem volt látható a Csontvári Kosztkati Vadar életmű.
itt most a felsorolás nélkül azt tudnám hangsúlyozni, hogy ilyen teljességben a pécsi közönség még nem láthatta a Csontváry életművet, hiszen a legnagyobb képek most mind itt együtt láthatók, egymásra felelnek, ugyanúgy, ahogy a budapesti kiállításon. Tulajdonképpen ugye a Pécsi Múzeum gyűjteménye Csontváry életművét áttekintve meghatározó jelentőségű darab számában. A Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria gyűjteménye ennél jóval kevesebb művet számlál, de azért nagyon fontos művek vannak nálunk is, amiket most ide lehoztunk, és hát nagyon várjuk és reméljük, hogy nagy látogató számot ér el. Leginkább ugye a Taormina kép az, ami mindig a legizgalmasabb, hiszen ez az, ami központi helyet foglal el az életműben, hiszen tudjuk, hogy Csontváry a nagy motívumot kereste, és gyakorlatilag hát nagy, hatalmas, emberfeletti küzdéssel, nagy utazások nyomán akadt rá azokra a témákra, amelyekben ő azt a plusz energiát, azt a többletet megtalálni vélte, ami a világ jobbítását szolgálja az ő szavaival élve. Én úgy gondolom a budapesti kiállítás tapasztalataiból kiindulva, hogy valóban van ezeknek a képeknek egy többlet energiája, hiszen több mint 200 ezer látogatót fogadtunk, és mindenki, hát hogy mondjam, a bűvöletében a képek hatása alatt távozott, legyen az külföldi, hazai, fiatal vagy idősebb korosztály. A Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettes asszonyával, Víg Anna Máriával arról is beszélgettünk a Csontváry kiállítás ünnepélyes megnyitóján, hogy ma, 2023-ban a világ művészeti palettáján hol helyezkedik el a festő életműve. Nem biztos, hogy erre én tudom az igazi választ. Az én megítélésem szerint a magyar művészetben mindenképpen abszolút az élvonalban van, és a különlegessége, az egyedisége okán a világ művészetében is mindenképpen az elsők között kell felsorolnunk. Azonban az ő képeinek a hozzáférhetősége, pont a hatalmas méretek okán a nem szállíthatósága, hiszen nem tudjuk fel lengerelve szállítani ezeket, azért egy picit meg is akadályozza azt a nemzetközi népszerűséget, amit egy más festőnek a művével elértünk. Hiszen könyvekben, illusztrációkban, digitális formában nyilvánvalóan hozzáférhető, de az a hatás, amit itt is a közönség face to face, hogy úgy mondjam, elér a képek vonzásában, Azt csak a valós, az a teljes időben való láthatás segítségével tudjuk megvalósítani. Ismét a hangszerek királynője várta országszerte azokat, akik részt vettek az Orgonák éjszakája elnevezésű programsorozaton, melyet idén is a Filharmónia Magyarország rendezett meg. Többször 10 helyszínen szólaltak meg az orgonák, sokszor egészen különleges, szokatlan helyszíneken, így például Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben, azon belül is a Planetáriumban. Aznap estére a Kodály Központba is orgona szó költözött.
Hollywood fényei címmel adott koncertet Illényi Katica, Liszt Ferenc díjas, hegedű és teremi művész, érdemes és kiváló művész, közösen Verbai Zsolt orgona művésszel és Bunzik István zongora művésszel. Illényi Katicával elsőként arról beszélgettünk, hogy miképpen álltak össze az említett hangszerek és hangszeresek erre az estére. Nekünk is különleges volt, mert vagy zongorával szoktam fellépni, vagy zenekarral, és ilyen még nem volt, hogy zongora, orgona is hegedű. Úgyhogy a Bunzik István állandó zongora kísérőm átkomponálta, vagy átírta a számokat, a kíséreteket zongorára és orgonára, és meglepően kellemesen szólt, tehát kifejezetten jó érzés orgonával játszani. Ad az egésznek egy ilyen nagyos, nagyvonalú, nagy volumenű, ilyen templomos hangulatot. Nagyon-nagyon jó érzés játszani. Olyan, mintha úgy ráfeküdnék egy vízre, és nagy vízre, és csak úsznék velük. A nevek, akiket olvastam, mondjuk kedvenceim is, Morricone, John Williams a csengőhang a telefonomon, Indiana Jones, ezek a zenék hogy élnek meg így most? Igazából minden csak hangszerelés kérdése, tehát hogyha jó lesz a kíséret, akkor nagyon érdekes hangzások jönnek létre. Nekünk is újdonság ez az egész, és ehhez hozzájön még ez a csodálatos Kodály Központ, ez a szép koncertterem, úgyhogy azt hiszem, hogy olyan csak hálások lehetünk, meg kiváltságosnak érezzük magunkat, mert a környezet és a muzsika összeadódik, úgyhogy lehet, hogy a közönség, bízunk benne, nagyon jól fogja érezni magát, de nálunk jobban nem. Ki válogatott, amikor a zenéket választották? Mondjuk éppen a két említett névre gondolok. Igazából összedugtuk a fejünket, megnéztük, hogy mi az, ami már eleve repertoár alap, és mi az, amit át lehet írni hármunkra. És hát az orgona számokat azt javarészt Verbai Zsolt állította össze, hiszen őnek is van egy saját műsor repertoárja, és ahhoz kapcsolódtak az én állandó számaim. És hát volt olyan, ami pedig azért került be a műsorba pont, mert hogy orgona, és az nagyon szépen szól hegedűvel. Filmes zenék mellett klasszikus szerzők művei is elhangzottak az Orgonák éjszakájának pécsi koncertjén a Kodály Központban, így többek között Bachtól, Schuberttől, de a 20. századi Piazzolla libertangóját is meghallgathatta a közönség. Az orgona, a zongora és a hegedű mellett a teremin nevű, kevésbé ismert hangszer is szereplője volt a hangversenynek. Történetét tekintve ez a világ egyik legelső elektronikus hangszere, ami a rádióhullámok interferenciája által vezérelt analóg szintetizátor. Egészen véletlenül találtam rá az interneten, és ez egy ilyen első látásra szerelem volt, hiszen nagyon hasonlít a hangja a vonós hangszerekhez, és elsősorban az emberi énekhanghoz. És éven, hogy mind a kettővel foglalkozom, olyan izgalomban jöttem, hogy egész éjszaka nem aludtam, és másnap már elmentem, és rendeltem egy teremint, Amerikából hozták meg. Kellett várni rá egy hónapot, és gyakorlatilag saját magamat kezdtem el tanítani, mert nem volt itthon tanár, igazából senki nem ismerte ezt a hangszert. És hát bekapcsoljuk, olyan úgy néz ki, mint egy doboz, két antenna van a két oldalán, és ahogy bekapcsoljuk, létrejön egy, megszólal egy hang, és a két antenna között létrejön egy elektromágneses mező, és ahogy én abba a mezőbe a kezeimet belehelyezem, így meg tudom változtatni a hangmagasságot és a hangerőt. Tehát gyakorlatilag csak egyetlen egy kontroll van az a fülünk, és semmi más, tehát amennyire látható a zongorán a billentyű, vagy például a gitáron a beosztás, itt a láthatatlan hangokat egy láthatatlan térben kell megtalálni, úgyhogy egy ilyen őrült türelem és kitartás és testkontroll kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt a hangszert. Valószínűleg azért is van kevés tereminista a világon, mert nehéz eljutni arra a szintre, hogy tényleg adott időben az adott hangokat megtaláljuk. De nagyon nagy játékszer egy ilyen magamfajta őrült muzsikusnak, aki ugye úgy szocializálódott, hogy a gyakorlásnak a 90%-a, mint a hegedűn,
azzal telik el, hogy tisztán eltaláljuk a hangokat. Én nem kívánnék szakérteni, ilyen konyha muzsikus vagyok, gitáron tudok, de volt a kezemben bun nélküli hangszer, ugye a hegedű is az. Tehát azért valamennyire az, hogy ön hegedű művészként játszik hangszeren, azt talán segített abban, nem, hogy a teremint tudja használni, tudja rajta játszani. Igen, mindenképpen, mint ahogy mondtam, hogy egész életünkben azt gyakoroljuk, hogy eltaláljuk a hangokat. Segít, és szerintem az a jó, hogyha nem egy első hangszere valakinek a teremén, mert akkor már lehet mihez kötni egy gyakorlási módot, de én szerintem sokkal inkább hasonlít a teremén az emberi énekre, tehát az, hogy én énekelek, az nekem az a legeslegnagyobb segítség. Most például készülök egy új lemezzel, ahol klasszikus műveket és opera áriákat játszom fel tereminen, és rettenetesen segít az, hogy énekes fejjel tudok gondolkozni, tehát a teremin egy frázis folyamán ott tartok szünetet, ahol mondjuk levegőt vennék, mint énekes. Tehát nagyon-nagyon segít. És amikor elkezdtem tanulni, és még nem látott tanár, akkor még nem tudtam például, hogyan kell a kezemet tartani, hogy vannak az új pozíciók, mert ilyesmik vannak, amit aztán az ember később megtanul. Tehát még teljesen autodidakta módon úgy kezdtem el tanítani magamat, hogy a nagyon jó énekeseket hallgatom, Pavarottit, Maria Callast, és addig nem nyugodtam, amíg a teremin nem úgy szól, nem úgy vibrál, mint hogyha egy énekest hallanánk. Rövidesen engedik be a közönséget, és a fél stáb, itt nem látják a nézők, minket figyel a backstage folyosón, úgyhogy még egy kérdést engedjen meg. Hollywood fényei, filmzenék, önnek ez feladat, vagy szereti a filmzenéket? Van-e kedvence például, ami talán ma este is elhangzik? Van kedvencem, Morricone, a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből fogjuk eljátszani azt a számot, amelyben egy hölgy áriázik, és remélem, hogy mindenki fel fogja ismerni. Egyébként voltak kollégáim, akik vitatkoztak, miután hallották, hogy játszom, hogy ezt igazából annak idején is egy teremén játszotta a filmben, nem énekes énekelte. Igen, én csak örültem, mert akkor azt jelenti, hogy sikerült elég jól utánozni az emberi énekhangot. Hát most meglepett, én azt hittem, az egy női hang. Nem, igaza van, női hang, ja. Csak azt félreértett, annyira jól sikerült utánozni, hogy elkezdtek vitatkozni a kollégák, hogy vajon teremin volt a filmben, vagy ének. Persze, hogy ének volt. Második alkalommal rendezték meg a Cigánydal napját az ország 10 városában, köztük Pécsett is a múlt héten. Ennek keretében 3 népszerű zenekar lépett fel a Gandhi gimnáziumban, így Berki Péter és zenekara, Rostás Móni és a Gypsy Moods, valamint a Ham Koham együttes. A program ötletgazdája a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat, a szervezők célja pedig, hogy a cigány folklort mondjuk így visszatanítsák a fiatal generációk körében. Reményeik szerint a hazai kezdeményezést nemzetközi szintre tudják emelni. Ennek jegyében már Krakkóban és Párkányban is megtartották a múlt héten a Cigánydal napját. 2 évvel ezelőtt egy nagyon kedves barátomnak, Rostás Mihály Mazsinak az
agyából pattant ki, ugyanis ugye tudjuk azt, hogy van magyar dalnapja, és egy franciaországi koncerten beszélgettünk egy kávézóban, és eszébe jutott a Mazsinak, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk mi is egy nem magyar dalnapját, hanem cigány dalnapját, és azt mondom, hogy zseniális az ötlet, és ezt ugye valamihez kellett kötni. És augusztus 8-án egy észak-macedóniai hatalmas énekesnő, Esma Recepova nevéhez kötöttük, és annyit kell tudni Esmáról, hogy ő egy hatalmas énekes Macedóniában, aki már ugye elhunyt. Ez már második évben kerül megrendezésre, az első évben nyilván kevesebb helyszínen léptünk föl, és kevesebb zenekarral. Ebben az évben már, ha jól tudom, 12 vagy 14 helyszínen, és 40 zenekarral. Többek között külföldön is, Krakóban is két zenekar lép föl, szinte majdnem egy időben. Ez a program például egy óriási bemutatkozás jelent olyan zenekarok számára is, akik például nem nagyon ismertek, de viszont szeretik művelni, szeretik, nagyon szeretnek ebben élni, és ki akarják fejezni magukat. Ezért fantasztikus ez a cigánydal napja, és nagyon bízom abban, hogy ez ki fog terjedni majd, és ezt ugye a hálózat vezetője szintén napirendre tette, hogy ezt szeretnék európai országokban egyre szélesebb körben kiterjeszteni. Mert ugye a cigány dal nem csak Magyarországon van, hanem Európa szerte, sőt világszerte. A 27. alkalommal tartották meg a Szabolcs napot Pécsett, Mecsek-Szabolcson. Az érdeklődők megismerkedhettek népi gyógymódokkal, megkóstolhatták a bivajsajtot, és festménykiállításon is részt vehettek. Díszlövéssel nyitották meg a rendezvényt, ami évtizedek óta a természetközeliségre és a környezeti értékek fontosságára épül. A szervezők célja, hogy a látogatók az előadások alkalmával olyan tudásra tehessenek szert, amit a hétköznapokban nincs lehetőségük megismerni. Elég változatos műsor lesz, és az egyik fő vonala neki az az egészséges élet, ugye a fő előadónak is ez a címe, hogy az élet valami rejtélyesok folytán élni akar. És ementén haladunk, és ementén próbálunk meg mozgáskultúrát közvetíteni az embereknek, hogyan lehet egészségesebben élni, hogyan lehet úgy ételt elkészíteni, ételhez jutni, ami az egészségüket szolgálni tudja. Ugye, ahogy amiből ugye a testet felépítjük, az a test az jó minőségű legyen. Ugyanúgy, ahogy a házat sem szemétből építjük, úgy a testet sem olyan kell. Kérdés, hogy a közönség, a szabolcsiak és az odalátogatók, egyáltalán az emberiség mennyire befogadó az ilyen kérdésekkel kapcsolatban. Készítettek erről egy felmérést, egy európai szintű felmérést. Ez nagyon érdekes volt, mert az egészség a sok minden mögött csak az 5. helyen volt. És ezt szeretnénk előrébb nyomni egy kicsit, amennyire lehet. Nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert az egészség az egy olyan történet, hogy amíg van, addig nem tudunk róla. Amikor hiányzik, akkor tudunk róla. Ezt szoktuk mondani, hogy az embernek olyan állapota tulajdonképpen nincs, hogy betegség. Az egészségéből hiányzik valami. És azt előbb észrevesszük ma már, mint azt, amikor minden rendben van körülöttünk. A test ápolása, a test kultúra tehát fontos szerepet játszott a 27. Szabolcs napon, ahol kisebbek és nagyobbak a jóga és a keleti mozgásformák szépségével is ismerkedhettek. Hogy miért tartottam fontosnak, hogy eljöjjek a rendezvényre? A baranya mag, az a Véci Gábor féle
Népi Gyógyász Társaság, és jó részt itt a érdeklődékön kívül, ez egyben egy Baranya magos találkozó is, részese vagyok ennek a csapatnak is. Ők népi gyógyászattal foglalkoznak, hagyományőrzéssel, és ez egy kellemes együttlét találkozó ilyenkor minden évben. Gyerekprogrammal is készültünk, az is szokott lenni, íjászkodunk, íjáztatással készülünk, akkor a kosárlabdapalánkot is szoktuk használni, és a tornában nagyon szeretjük bevonni a gyerekeket, aki kijön ma tanítani jogát, ő például rendszeresen vezet gyerekjoga foglalkozásokat. Ugye gyerekkorban ugye azért fontos ez, hogy ugyanúgy, mint a fogmasás később felnőtt korban, ugyanolyan igény legyen rá. A kitelepült standok mellett a művészetet kedvelők sem maradtak program nélkül. Ezen a napon nyílt meg Völgyi Gábor festőművész kiállítása a Szent Mihály Közösségi Házban, Pécs Mecsekszabolcson. Önök kulturális magazinunkat, a Tólusokat látták. Figyelmüket köszönjük, várom önöket jövő hétfőn is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.